Jó reggelt mindenkinek! Ha csak azért kattintottál erre a videóra, mert hogy a címben szerepelt, hogy űrsperma, akkor jól tetted, mert erről lesz szó. És ráadásul ezt a kifejezést nem valami bulvárlapból loptam, hanem a PNAS egyik friss cikkében jelent meg. A PNAS pedig nem más, mint az Amerikai Tudományos Akadémia folyóirata. Ezt a hírt igazság szerint Habci dobta be az e-heti podcast adásunkban, amit tegnap vettünk fel, úgyhogy ma letöltöttem, elolvastam, és most átadom nektek, hogy miről is szól valójában. Nos, ha egyszer tényleg szeretnénk messzebb is eljutni a Holdnál, akkor célszerű tudni, hogy hogyan reagálnak a különböző élő szervezetek az űrbéli lét kihívásaira, mondjuk a sugárzásra. Azt már korábban is vizsgálták, hogy hogy károsodik a DNS különböző testi sejtekben. Japán kutatók most arra voltak mégis kíváncsiak, hogy mi történik azokkal az utódokkal, amelyek olyan ivarsejtekből származnak, amelyek elég sok időt töltöttek odafenn. Azért ez sem teljesen előzmény nélkül ment. Szalamandra petéket például már termékenyítettek meg odafenn, és minden viszonylag oké is volt. De azért a kétéltű sperma nem emlő spermana. Úgyhogy ehhez a kísérlethez egereket használtak kísérleti nyúlként. Nézzük, hogyan dolgoztak. Először is levették a mintát. Igen, ez azt jelenti, amire gondoltok. Mondjuk ne legyünk álszentek, én is kíváncsi vagyok arra, hogy vajon hogy oldották meg ezt a feladatot, tehát beraktak-e mondjuk egy kívánatos műegérlányt, és meghágatták vele a kanegeret, vagy vajon milyen módszertant használtak. Igazság szerint, ismerve a japán pornót, semmin nem lepődnék meg. Vagyis... nem ismerve, én természetesen nem. De tényleg, ha tudjátok, hogy hogy csinálják ezt a rákcsálóknál, akkor írjátok meg. Biztos van szakirodalma, de annyira nem ástam bele magam. Na mindegy, a lényeg, hogy a megszerzett mintát hűtve szárították, ami egy tök jó eljárás, mert az így tartósított anyagoknak nem kell utána külön hűtőberendezés, tehát akár szobahőmérsékleten sem romlanak meg. Ez pedig nem egy utolsó szempont, amikor kis helyigénnyel van dolgunk, mint például fenn a nemzetközi űrállomáson. Így készítik egyébként az űrhajósok kajáját is. Mondjuk remélem megfelelően felcímkézték a dolgot, mert tudjátok, ha éhes az űrmunkás, akkor lehet, hogy nem figyel oda annyira, és oda a kísérleti anyag. Ezután becsomagolták a cuccot, és 9 hónapra felküldték a nemzetközi űrállomásra világot látni, meg persze elviselni a körülbelül 180 milliszívertes sugárzást. Ez nagyjából 100-szor annyi, mint ami itt a Földön érte volna az anyagot. Amikor a minta visszaért a Földre, berakták fénymikroszkóp alá, és jött az első jó hír. Morfológiai változást nem találtak, ami szaknyelven azt jelenti, hogy nem lettek ilyen gnómok a kis hímivarsejtek. DNS szinten viszont már volt bizonyos eltérés a Földön dekkoló mintákhoz képest, de az igazi kérdés mégiscsak az, hogy hogy teljesít vajon az ezekből származó új generáció. Beindították hát az Egér Lombik Baby programot, és közben folyamatosan vizsgálták a fejlődő csöpségeket, és hogy jól induljon a napotok, lényegében mindent rendben találtak. Úgy látszik, a DNS javító mechanizmusok tudják a dolgukat, ez pedig így az űrkorszak hajnalán nem egy rossz hír. Legalábbis ha arra gondolunk, hogy helytakarékosabb megoldás a távoli világok felé a kifejlett ember vagy haszonállat helyett csupán a spermáját szétspriccelni. Képletesen értettem. Gondolom azért mondanom sem kell, hogy bőven van még mit kutatni a területen. Hát, lényegében ennyi. A csatornára itt tudtok feliratkozni, kommentet a videó alatt hagyhattok, természetesen szívesen olvasom őket, és hétfő reggel 7 órakor jön a következő videó. Addig is legyen jó hétvégétek, sziasztok!